Johnny, beszélj rólánk! És nagyon jól mondta, itt ez a Passion Pro második gálája. Aki esetleg lemaradt volna a Passion Pro első gáláján, a Passion Pro kupát Senza nyerte meg. Na, akkor kezdődjön is az első mérkőzés, Nitro és Cash. És a gong. Nitro nagyon peckesen áll bele a mérkőzésbe. Jó kis technikai, ugyanakkor hard hitting, azaz igen kemény ütésekkel tartított mérkőzésre számítok. Meglátjuk, mit hoznak össze a srácok egymás ellen. Egy jó kis lokában próbálgatják egymás erejét. Nem bírnak egymással egyenlőre. Cash megmosolyogja. Megmosolyogja. És újra. Hé, hát ez bizony nem túlzottan szabályos, ha már említettem, az attitűdje nem mindig fair. És Tamás nem kér belőle. Igen, ez tulajdonképpen egy tiszta szétválás volt, kiengedte, de azért jelzésértékűen oda pacsizott a lábasára. És ott van az első pin. Hoppá, hoppá, egy csop. Ült fel szépen Nitro mellkasára, és Cash wristlockban tartja és próbálja kínozni őt tovább. A közönség pedig nagyon élvezi, amit látnak. Nitro hamar kiszabadul és egy headlockot applikál föl Cashre, és egy shoulder tackle-re gyorsan leszviszi, és ismét csak egy. És a csop újra! És Tamás, azaz Nitro szépen visszakapja a headlockot, amit előbb próbált Cash-sel. Erős szorítás, nehéz belőle menekülni, de Tamás próbálkozik. És nem sikerül. És megpróbálja őt kidobni, mint egy... De? Hop-hop. És megcsinálta. Egy jó kis elbóval üdvözli Cash-t, kibeszédel középre. De azért még magánál van. És egy jó kis second rope crossbody-val. Oh, ho, ho, ho. És vissza a csop. Eddig ugye csak Tamás kapta, most visszaadta. Nincs meg, nem elég ennyi. Cash még mindig érzi azt a csopot. Nagyon betalált. Kontrollálja a kart, Tamás. Betolja a sarokba, ugye ilyenkor row break, a kötélhez hozzáér, meg szép kérdő. Számol? Már háromnál jár. Az ott nagyon jó volt. Vesére, bordára, akárhol is sikerült eltalálnia. Az ott bármilyen felnőtt férfi embert meg tud rogyasztani. És az orrát? Nem tudom, lehet, hogy fülorgégész is másodállásban. Megvizsgálta Nitrót. Természetesen ez is szabálytalan volt, hozzátenném. És visszaadja Tamás! És a Pirótól kéri számon Nitrónak a csopütései. És mindenféle dolgok távoznak a száján keresztül. Vagy lehet, hogy egy kicsit felcsúszott torokra is, de visszatámad és... Azt a minden... Oh! És nem! Hát ez már jó kis teli tüdős volt. Hey! Spuri! Ez már nem az első volt. És megint ugyanoda. Igen. Stratégia, taktika. Nagyon rendben van. Továbbra sem mondanám túl fair küzdőfélnek, de értem, hogy mit és miért csinál. Rá... És kettő kijön? Igen, ráült konkrétan, minél nagyobb testsúlya legyen a mellkasán, hogy a vállaival
földön tartsa Nitro, de szerencsére még ki tudott rúgni belőle. Közönség szépen próbálja támogatni Nitrót, akinek sikerül fölkelni, de jól mondod, megint. Az utca embere ellen ez már elég lenne, de Tamás ellen nem. És vissza is támad. Próbálkozik, de viszont egy dupla ütés mindketten betaláltak. Kicsit megrogyott mindkettőjük. Húz a középről, talán látunk egy szuplexet. Ó! Gyönyörű volt! Bíró, egy, kettő, nincs meg! Tamás László, az még mindig fáj, így van, érzi, érzi még. És ez nem csak ott, és közben már legalább harmadszor rúgja tarkon, most meg arcon. Tehát a borda sérüléseknél, veseütésnél nem csak az a... De Tamás, kéri! Kéri! Folyamatosan. Mint ha jevezni. Úgy van. Igazából csak feltüzelte őt. Kontráz egyenlőrekes, de beleszaladt egy térdesbe, de jól belenézett, és ott van a clothesline. Russian leg sweep. És szépen méregeti ellenfelét Nitro. Forearm. És a shoulder. Így van. Lehet, hogy most már ezt meg lehetne próbálni. Próbálja összeszedni magát és érzi. Azt kezdtem el mondani, hogy ezeknél a bordasérüléseknél, veseütéseknél nem csak a konkrét helyben érzett fájdalom a probléma, hanem elég hamar oxigénhiányba kezdünk el szenvedni. A vesénél meg akár görcsöket is okozhat, hogyha folyamatos ilyen tompa trauma, azaz ütés éri. De jó ég! Tamás feje mennyit bír még? Jézusom! Nem tudom, de szerintem az IQ-ja legalább 20 ponttal esett. Ezen a mérkőzésen. Mostan meg lehet. Egy, kettő, nincs meg! Tamás még itt van a mérkőzésben. Lehet, hogy magánál nincs. Teljesen. Az ösztönei, így van. Az ösztönei működnek. Meg az izom memória. Jézusom! A Nitro isnak ismerős lehet ez a rugás. Nitronak lassan nem marad épp testrésze, ezt így nem lehet sokáig bírni. Ó, egy gut wrench! És... nincs meg! Ezt már Cash sem hiszi el. Azon gondolkozik, hogy te jó ég, mit kell még tennem ahhoz, hogy végre legyőzzem ezt a magyar fiatalt. Nagyon frusztrált. Igen, igen. Úgy tűnik, hogy egy terv formálódik a fejében. Na nézzük. Nem. Tamás még leviszi a testsúlyát, nem engedi magát kiemelni. Nagyon taktikus még ekkor is. Levédte. Szakállal fogva húzza föl. Úristen! Ott volt állon az a fejes. És megint a rugás. Így van. De nem! Ott van Olympic! Nem! Le tudtam húzni egy sunset flipbe! És pont csak nem! Kerül. És megvan! Indy killer! Egy, kettő, három! És itt a es vége, a győztes! Nitro Szabó Tamás! Már most nem bír magával az úr. Igen, túl magas a bíró neki, inkább ő legyen. És megnézi a körmeit. Hihetetlen figura. Külső szemlélőként amúgy rendkívül szórakoztató, de vele szembe kerülve nem biztos, hogy élvezném a tevékenységét.
várszerte a mérkőzést, ez egy érdekes páros. Nagyon érdekes párosítás. Itt már Rescorpion már most nem. Ó! Ó! Mi történik? Jézusom! Nem érdemelte ezt a sapka. Megölte azt a sapkát. Jó kis baseball sapka. És Ecsi visszakéri? Mit fog tenni? Azt a mindenit! Egy igazi vidéki traktoros benyomását kelti az úr. Na, felkészfogás a mérkőzésre én. Természetesen várható módon Rescorpion visszakozik. Már megint kukacoskodik. Bólogatja, bólogat. Nem. Csendet kérlek. Öcsi, kiterved valamit? Az zavarta Rescorpiont, hogy túl hangos a közönség? Bíróval kezet fog, és öcsi... Hát ez nem készfogás volt? Egyáltalán nem tiszteli. És most pedig menekül. Ugye a bírónak közbe kellett lépnie, mert kihajolt a ringen kívülre és a kötélhez hozzáérve. És a pofon megint! És megint melekülőre fogja. Öcs most megy utána. Öcs meglepően gyors, úgyhogy Rescorpionnak sietni kell. Majdnem megvolt. Hoppá, ez nem jött be. Egész egyszerűen hátra löki. És Öcsi kirepült a ringből. Próbál Öcsi visszajönni, de egyből egy pár rúgással fogadja őt, és mutatja, hogy arra van a kapu. Nem engedi távozzon vissza a ringbe egyszerűen. Folyamatosan próbálja a közönséget csendre inteni, ami nem tetszik érthető módon a közönségünknek. Egy magyar közönséget nem lehet csendre inteni. És megint leüti. Nem hagy részt Öcsinek a támadásra. Na de? Most borulják, míg vitatkozott bírónka. Egy jó kis forrármot kapott cserébe. Egy kis felütést is. És így megint szép csattanó forrán. Ho-ho-ho-ho. Elkapta a Skorpió farkát. Igen, igen, úgy tűnik az az. Azt jelképezi az a kis lifegő a feje hátulján. Nem, nem. Leküldi Öcsi, hogy végre bent folytatódjon a mérkőzés. 5 perc után. Nem. A sunset meg lesz. Ó, nem is egy nem. Pin, itt a pin. Egy, kettő, nem. Majdnem meglepte őt, Öcsi. Felöpleli őt. A sok időhúzás után Öcsi támadásba lendült. És mire készül? Aha, puszi a kézen. És kihajtja őt. Úgy is van. És a bíró számol. És Öcsi pedig visszaadja azt, amit az előbb kapott ő. Nem engedi vissza a ringbe. Úgy tűnik, mintha azt mondaná, hát bocsi, bocsi, de hát ez van, skacok. Kölcsönkenyér visszajár. Csak hogy köszönjük szól magyar közmondásokat, szólásokat. Úristen! Hatalmas hiptosszal küldi be a ringbe. Nem? Nem? Nem biztos, hogy összejön. Rescorpion nem mérte fel jól a terepet, úgy látom. Én láttam egy-két edzős videóját Instagramon, és elég nagy súlyokat mozgat meg a olasz fiatalember, de ezzel ez most nem bírt. És hiptosz! Gyönyörű! Mire készül a csík? Csak nem szálltad? Majd, hogy egy backbreaker és a dropkick. Te gyönyörű full dropkick! Öcsi állára! Hát ez Viza betalált. Meg is lehet? Egy. Nem.
Ez kevés volt ide. Bár öcsi fején úgy látom, hogy eléggé szédeleg. Igen, keresi az égtájakat. Merre van a fölle. Elbow droppot. És ismétel meg. Hát úgy tűnik, hogy bejött neki gyorsan egy 3 elbow drop. És megpróbál ismét egy. A pint. Nincs meg. Ez kevés ide, ez kevés ide. Az, amire egyébként nem számítottam ezen a mérkőzésen, hogy itt is a Nitro Cash-hez hasonlóan elég kemény sztrájkok, ütések vannak. Jó, megverik egymást a srácok itt is. Egy, kettő, nincs meg. Ismételt front drop kick, most külő pozícióban adta öcsinek, és ezt most a tarkójára talált be, de öcsi még mindig bírja a gyűrődés. És az újabb pofon. Cannonball! Nem! Jézusom! Hogy bírta ki ezt a ringkötél? Hát az az. Nagy mázlia van Red Scorpionnak, hogy sikerült még utolsó pillanatban elugrani onnan, elgurulnia. Ez betalál, akkor lehet, hogy ott szevasz van és vége a mérkőzésnek számára. És az újabb pofon. Meddig marad ez büntetlenül szerinted, András? Nem tudom, de ha öcsi nagyon bepörög, akkor ott kőkövön nem marad általában. Látszik, nagyon szereti a front drop kicket. Próbálja behúzni. És nem bírja. Nagyon nehezen. Talán ez az idő elég lesz arra, hogy öcsi még magához térjen, és ki tudjon rúgni kettő. Így van, sikerült még. Azzal veszített sokat Red Scorpion, hogy nem tudta behúzni. Kicsit beljebb a kötelektől ellenfelét. Nem, nem adja fel. Igen, ilyenkor a bíró, ha van valamilyen fogásban, valaki kérdezi, hogy feladja a mérkőzést, jelezze. Én öcsit nem úgy ismertem meg, mint aki feladná ilyen hamar. Igen, ez elég komoly karakterfejlődésen, személyiségfejlődésen ment keresztül. Tehát ez a síros öcsi, az már nagyon rég volt. Kemény és nagyon jó birkózó lett a srácból. És úr, egy. Ez egy nagyon-nagyon ronda tus volt. Térdel az állán. És folytatja a munkát tovább. Öcsi nehéz helyzetben. Úristen! Bíró jelezte, hogy ököllel nem nagyon kellene ütni. Hivatalosan a pankráció szabály szerint az ököl nem használható, és mutatja is, hogy tenyeres ütéssel lehet. És kezd elszabadulni a pokol. Így van. De nem. A közönség nem kedveli ezt. Igen, azért öcsi elég népszerű. Kezét? Így van. És az újabb pofon. Öcsinek a Passion Pro-n egyébként nagyon kijár. Az ilyen ellenfelekből ugye legutóbb Cash-sel is volt mérkőzése, és ott is hatalmas pofonokat kellett elviselnie. Na sikerült? Yeah. Nem, egyből. Hát azért öcsit csak Suplex. Nem szuplexeljük, hanem ő fog téged szuplexelni. Ez egy alapvetés. Amit most megtapasztalt Red Scorpion is. Öcsik szépen szedi össze magát. És megérkezett a gyors vonat. Ismét a fejét. És leállítja, és vissza. Igen, a tanyasi erő azért nagyon és, ott van. És most betalál? És most betalál a Szenton! Csak nem. Jelzi, kis pörgő mozulatta az ujjaival. Cannonball! Úristen! És ott a pin. Egy! Kettő? Meg volt a kettő? Nem tudom, de... Öcsi frusztrált. Úgy éreztem korábban, ha ez betalál, akkor ott vége a mérkőzésnek. Úgy tűnik, hogy Red Scorpionban is van némi kis kakaó. Mondtam, kiváló birkózó, de... De inkább arról arra számoltam tőle, hogy taktikus, jó stratéga. Ez az! Ez is gyönyörű mozdulat volt. Közben földre vitte egy elbót is. És újra megpróbálja. Egy, kettő, nincs meg! Hát némi meglepetés Red Scorpion, mert kemény küzdelmes mérkőzésben van benne. Újra, kettő, nincs meg! Teljesen partiba van öcsivel a verekedésben. És harmadjára. Nincs meg! Jézusom! Mi az, hogy nincs meg? Hát
lőtte magával, mint valami kis párnát. Öcsi minden frusztrációját felhasználva kirúgott ebből. Oh-oh. Lekerült Red Scorpion, készül befejezni a mérkőzést. És az újabb pofon. Hát, hogy nem kéne pofozgatni, hanem inkább egyből befejezni a mérkőzést. Öcsi szívja fel magát. Bizony, erről beszélek. Szívja fel magát. És ott van. És Öcsi, a lariat. Egy, kettő, nincs meg! Ez nagyon közel volt, András. Író mutatja egyértelműen, hogy csak kettő volt Öcsinek. Mire készül? Csak nem. A sarok felé mutat, és azt mondja válvonással, hogy ért ne. Már mindent elhasznált, csak ez maradt neki. De nem túl gyakran mászik Öcsi a kötelekre, úgyhogy bírod be. Mire készül, és a bí... Majdnem. De ez kihasználva. Mint mondtam, rendkívül jó stratégia. Jézusom! Falcon Arrow. Kettő. Három. Nem! Nincs meg a három! Mi ez a tűz? És ez egy slipper? Slipper! Sikerül Öcsit elaltatnia? Hát nem tudom, nem látom minden jól, és ott van, kénytelen volt, teljesen bent volt mélyen, nem tud levédekezni Öcsi. Magyarországi pankrációnak is. Én vagyok fő, az ember! Az atyai ők is. Na. Úgy látom, némi nyelvi zavar áll fönt, ugyanis Rufus mindenképpen magyarul próbál beszélni a... Nyilvánvalóan magyarul nem beszél francia úriemberrel. Akinek egyik becene egyébként a kölyök. Azt mondja, menjél ki! És meggyőzte. Meggyőzte. Fogjad a kis. Apa. Láthatóan van némi feszültség. Érezhető a feszültség, igen. És nézzük, mire megy Rufus. Két nagyon eltérő karakter. De... És ugyanúgy a ringben is, tehát nem elég, hogy a ringben két eltérő karakter van, ugye Rufusnak egy tőle nagyon más fizimiskájú emberrel kell dolgoznia. De a partnere is tőle eltérő, úgyhogy... Olyan, mint hogyha két singles wrestler lenne egy tektív mellett. Nem magyaráz. Hát ez így érdekes lesz. Állandóan provokálják egymást. Így van. És? Ez kevés. Ez nagyon kevés lesz. Ez van, megint valami probléma adódott. Megy a magyarázás. Szerintem tanácsokat ad neki igazából, csak hát ugye sok foganatja nincs. Sikerül megkerülni, bár... Megszabadította nem is, ráfújja Dover hátszűrét partnerére. És az órá. Nem biztos, hogy ez jó ötlet hosszú távon. Igen, van ez a mondás, csak hogy megint közhelyekkel éljek, ugye nem jó az oroszlán bajszát megrángatni. Így idővel órát sem biztos, hogy jó ötlet. Mint ahogy most már a hasrugások sem működnek, úgy felszívta magát Dover. Megpróbálja őt Irish-ben, hát... Nem sikerült. Várható volt. És... Erről beszéltünk. És? Mi történik? Gyanítom, azt kérdezi, hogy tegeljen, hogyha nem megy a mérkőz. Hát betegeli magát, megoldotta. Így vagy úgy, de a ringbe kerül az igen, Rufus akart egyet pózolni, magyaráz neki, hogy... De Dover nála se vár. Sikerül elhajolnia, egy szép gurulás! A robbanékony fiatalember. Így van.
Hát most robbanékonysága sem segített, egy hatalmas backbody droppal érkezett. És sikerülsz a ringbe közbe. Ájjájjájjáj! Welcome to Hungary! Ez volt az üzenet a mozdulatnak. Üdvözlünk Magyarországon. És... a kölyök kap még egyet. Csak kettő. Ez nem csak csoda, kettő. Hogy olajozottan működik az Eros gépezet. Nem véletlenül leszták le egész Európát. Így van, nem véletlenül le Európa trónján. Ugyanis... a BXV szervezetnek a tag team bajnokai, ami az európai szintér, pankrációs szintér csúcsa tag team wrestlingben. Sigurus elkapja. Oj, a pofon! Sose felejtsük el, jól emlékszem. Ők a HCV-nek is, és a Moonsault! HCV-nek is a regnáló tag team bajnokai, és vége is a mérkőzések. Nem, még nem. Azért nem véletlenül, ha valaki egy Passion Pro gálán birkózik, jelenleg ugye éppen debütál a francia fiatalember, egy gyönyörű földreviter, és egy heel hookkal próbálja, ez full tapnek kéne lennie. Csoda, hogy nem teppel egyből, de akkor sem számítana, mert már Rob Rake volt, ugye elérte a kötelet. És Rufus menekíti közben. És nem érhet, segíteni akart neki. Mit lögdös a ringen mellett? A betalon! Menjél vissza inkább, azt intézzük el! Pukkasz ki csúcsia! Mit csinálsz, nézd! Lesz ma fel! Hoppá! És Rufus betegelte magát. Látod? Hopp, nem. És egy German suplex. És nem is akármilyen German suplex, ugyanis mindkét kezét befogta hol közben. És... mintha... mintha együtt tudtak volna működni. Hát mindketten beszélnek angolul, sikerült kideríteni meccs közben, lehet, hogy erre előbb is rájöttek volna. Így lehet könnyebben fog már működni a gépezet. Ja. Most már egyből jóba lettek. Rufus és az ő taktikái használ bármit, amit lehet. Kell orrát, tépi az embernek, ha kell, a köteleken mosolja szét a homlokát ellenfelének. És a csop. Ott meg lehet a tag, Dover nagyon nyújtózkodik. Hát de még azért messze van. Az etalon nem engedi. És a pofoszkodás? DDT! Egy, kettő, nincs meg. Ez még kevés volt azért egy Icarus szintű birkózó ellen. És most már... ugye is említetted, náluk is olajozottan működik a kommunikáció, és ezáltal szép, klasszikus teget láthattunk tőle először a mérkőzésen. Hoppá! Kölyök. És? Elintézi Dovert is, hogy be tudjon szaladni a mérkőzésben a pinre. Jó ég! Micsoda emelkedése volt a fiatal embernek. Egy, kettő, nincs meg! Eléggé jól telibe verte Icarus fejét. Rufus vitatkozik is a bíróval, hogy az három volt. Na, most már nagy a haverság. Így van. Ezért is fontos, emberek, hogy tanuljunk nyelveket. Vagy legalább egyet a magyaron kívül. Új barátokra lelhetünk. Rufus esetében is. Jaj, ajaj. Ajaj. Lehet, hogy a barátság eddig tartott, Rufus nem fogja valószínűleg megérteni. Bocsánatot kér. És visszavált a magyarra. Igazi magyar virtussal kikéri magának. Hát ezt nem fogod, Rufus, úgy tűnik. Belenézett egy térdesbe is. És tulajdonképp saját partnerével adott be egy DDT-t, Icarus. És ezzel meg lehet a tag is. Dover is összeszedte magát az előbbi rugás után. És ott megvan! Van. Jön Dover! Egy tekel. Még egy. És? Hát, nem. Hát az a crossbody nem fog működni.
álló helyzetben maradó Holloway Slam. Mutatja Dover iszonyatos erejét, és csappan megállítja a kölyköt. Gyönyörű! Dover uralja a ringet. Na? Mire készül? Méregette ellenfeleit. Melyikük tér előbb magához? De mindjárt összeismerteti őket újra. Hopp! Megvan, megvan. Most már tudjuk, mire készül Dover. És nem, hát, nem, tőle, nem, 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 meglepi, nem, egy, meglepi. Kettő! Nincs meg! Nincs meg! Bum! Na, az ott egy szevasz volt. A és a fejbeugrás. És jön Ikarus. Jön Ikarus. Úristen! Vége lehet. Rufusnak annyi. Egy, kettő, három. Így is van. Voltak pillanatok, amikor a frissen összeállt tag team egészen ott volt a mérkőzésben, de a végén kérdés nem volt, melyik csapat győz. Úgy gondolom, most valamilyen szinten más stílust láthatunk, mint az eddigi mérkőzéseken. Ez nagyon különleges lesz. Oh. Na, tiszteletadás meg lesz. Nem és bizony. Megvan. Nézzük, mire mennek egymással. És egy gyors kulvaj. Nem le tudja védekezni. És ahogy már említettem, egyből láthatóan megindult a technikázás. Rengeteg fogást és abból való kontrát menekülést ismer Kálusz. És a közönség pedig nagyon együtt él eddig a mérkőzéssel. Hohoho! Azért sas és ismer egy-kettő kis trükköt, azon kívül, hogy gyönyörűen tud ugye repülni. Jól összecsomagolja, próbálja. Egyenlően levédekezte, úgyhogy kénytelen egy tust kierőszakolni. És? Nem. Kiforog belőle. Nincs idő rá, nincs idő rá. És hatalmas. Egy, kettő. Nincs meg, nincs meg, nincs meg, nincs meg. Kiváló chain wrestling, azaz láncbirkózás láthatunk. Szokták hívni voltukból, fogásból fogásba birkózásnak, aminek az alapja ugye a catch wrestling. Láthatóan Carlos Romo kiművelte magát ebben a műfajban. Igen, már most bebizonyította mind a két úriember, hogy minkű nagy tehetség. És hát most ugye nem a pofonok dominálnak, mint eddig. Oh! Hoppá! És kezdik újra. Próbált egy mögékerülés. Fogásból fogásba. Hihetetlen, amit ezek nem művelnek. Hoppá! Azért csak itt is előjött egy-két ütés. Azért várható volt, hogy nem lehet. Most már annyira nem barátságos, én úgy érzem. Igen, talán a tisztelet megmaradt, de a barátság az úgy azért kicsit most lankadt. Egyértelmű, hiszen mindenki győzni akar. Gyönyörű mögékerülés, és egybe is tudja kontrázni. Hopp! Egy headlockot próbált beaplikálni, de Carlos Szombó várta őt. Kettő, nincs meg. És átfordatja. Egy crucifixből, és onnan full Nelson. Full Nelson fogásban próbálja feladásra készülteni, de végül elég hamar talpon volt, viszont hopp! German kontrázott meg egy hátraszartóval. Gyönyörű volt. Ho-ho-ho!
Jézusom! Egy kis kapuéra is befigyeltük. Mit művelnek ezek az emberek? Mit művelnek? És a közönség pedig imádja. Hopp! És egy, nem is tudom, kötélen átforduló surakaránával támad vissza, és egy hatalmas rugással. Ej! Nincs meg! Nagyon keményen. Ha már gál elején említett jó kis veseütés, vagy májütés, a belső szerveket nagyon meg tudja terhelni egy ilyen tompa trauma, amit egy könyök tud okozni. És nem. Nem sikerül. Ott egy és pin? A pin? Nem. Átforgatja, inkább pin szituáció helyett submissionra akar menni. Különleges deathlock, amit még megspékeli. Te jó ég, ha mi történik itt? Néhát még nem láttam, András. És a rubrik. Én úgy tűnik, hogy nem csak a klasszikus catch wrestling és földharc alapjaival van tisztában, de a lucha submissionöket is nagyon jól ismeri. Ott szoktak ilyen Mexikóban ilyen iszonyatosan összecsomagolós, lehetetlen helyzetbe is berakó feszítéseket és folytásokat beadni. Tényleg nagyon-nagyon képzett fiatalember, aki Spanyolországból érkezett hozzá. Kötél? Egy, kettő, nincs meg. Felülteti. Uff. Vagy egy jól hátba kínálja, egy szép kis rugással. Igen, mostanra már tényleg elveszett a barátságos feelingje az egésznek, én úgy gondolom. Kötelet használja? Nem? Mégsem. Uff. Brutálisan fejbe rúgta. Nincs meg. Igen, elég enervált volt a kick-out és a kirúgása a pin helyzetből. Valószínűleg Gurbang nem igazán volt magánál. Ez a térdes azért nagyon ott volt fejgyorsságban. És elkezdi megint. És egy újabb submission éven. Sikerült még kijönnie be valahogy. De csak, hogy egy neckbreakerbe végződjön, és újra pin, egy, tus helyzetbe kerüljön. Nincs meg. Közönség kitartóan élteti Indul Blankot. És két X-kick és landol hátán Igorantnak. Igen, Carlos egy kicsit kezd egyre inkább nem túl fair elemeket is bevinni támadásaiba. Double underhookba fogja be. Átfogatja. És a dual submission. Nem sok mozdulat maradt, amit még nem próbált. Igen, igen, ez nem is annyira egy submission, inkább egy crank, tehát egy ilyen csigolya roppantó mozdulat, egy kicsit ilyen félmeddig viccesen hangzónak szeretném lefordítani. Ami ugyancsak nagyon kellemetlen és talán veszélyesebb is, mint egy kifolytás. Tehát tényleg próbálkozik már mindennel Carlos, de egyelőre, és egy jó kis kravat, ami mindig működik. De nem nála! Hatalmas ütésekkel próbál kiszabadulni, és meg is unja ezt Carlos. Sikerül meglátnia ötletét, mozdulatát előre.
és visszatérni a mérkőzésbe egy hatalmas clothesline-nal. Inside out-ba kiforgatta Carlost. Megpörgette a világot körülötte és magát a világban. Ez nagyon szép. Hát, köszönöm szépen. Amiután kimondtam, nem éreztem ennyire jónak, de nem baj. Shiggle. Hatalmas balos. És a kötél, crossbody. Crossbody. Second drop crossbody. Mire készült? Oh! Gyönyörű rugás. Egy enzigiri miután megpörgette Carlos. És? Gyönyörű. Kifordított suplex. Egy, kettő, nincs meg. Éleszemű nézőink esetleg észrevették, hogy elég ritka és egy kellemetlen felkészülés szempontjából, ugyanis Eagle Black nagyon erősen balkezes, ezért minden erősebb támadás neki bal oldalról jön. Erre nehéz védekezés szempontjából felkészülni, vagy nehezebb egy ilyen ember ellen küzdeni. Ezben pedig most először használja a harmadik kötelet. Nem. Mondom, úgy érezte, hogy eljött a 450 splash, a 450-es splashnek az ideje, de még korai volt ezt gondolni, mert Carlos még benne van a mérkőzésben bőven, és egy superplexre készül, sikerül beadni. Ez ott nagyon veszélyes fent. De Eagle Black ne védekezi egyenlőre. És a már említett balos. Megint elsül. De nem. Gyönyörű ugás. Ferenzigiri megint. És egy springball. És gyönyörű. Tarkóra. Egy. Kettő. Nincs meg. Most már úgy érzem, sikerült Engelnek teljesen visszérni a mérkőzésbe. Igen, az elmúlt percekben inkább Carlos dominált technikai fölényével. Na ott a pump handle. Eagle driver. Nem. És egy sleeperben találja magát. Láthattuk már, hogy mennyire veszélyes ez a mozdulat. Igen, ma egyszer ez már sikerült, de nem. Egy, kettő, nincs meg. Sikerült még lélek jelenléttel mögé gurulni és ezért pin helyzetbe kényszeríteni, de nem jött ki jól belőle, mert egyből Carlos visszatámadott, és megint a hold to hold, fogásból fogásba keresik egymás gyenge pontját. Gyönyörű földrevitel, és egy octopus stretch, miközben a hammerlockot is tartja. Tényleg elhozott nekünk néhány különlegességet, amit máshol nem igazán lehet látni. Carlos minden helyzetből tud egy látványos és az ellenfelének nagyon kellemetlen submission beadni. Köteletes sikerült elérni Eagle-nak. Ez volt az egyetlen esély, hogy kikerüljön ebből a submissionből. Mire készül? Kötelet haszt? Elkapja, oh-oh. Nem? Oh, ott a Full Nelson! Csak nem. De! Nem sikerül nem, még. Nem. Sikerült elbogal kiadni. És? Na, most, ott a Dragon! Ott! Sikerült a Dragon Suplex! Úristen! Busai Kuni! Eagle Black távozott a ringből. Ránézve talán ez volt a szerencsésebb, mert ha bent marad, és Romo át tud menni pinnelni őt, lehet, hogy vége lett volna számára a mérkőzésnek. Viszont így sem időzhet kint sokat. De mintha Romo készülne valamire. És? Nem! Suicide dive! De ismét robbant az enzigiri. Úristen! Double foot stompalt plántálja be a fejét talajba, miközben próbált volna beugrani. És megy! Megy a harmadik kötélre! Mire készül, Carlos? Ó! Vége lett a mérkőzésnek! Egy! Kettő! Nincs meg! Hihetetlen, Carlos. Carlos is előhúzott egy high-flying mozdulatot és egy hatalmas rugással. Egy! Teljes testsúlya van, kettő! Meg lehet. Nincs meg! Mit kell még beadnia? Mit kell még adni ennek az úrnak, hogy győzni tudjon? Járhat a fejében. De úgy látszik, még mindig van mozdulata. Hát az biztos, hogy van neki még vagy száz.
De ezt előbb is próbálkozott. És most... Akkor is... Megelőzte Tigelbank, és most is hatalmas ugás. Gyönyörű! Egy Rana DDT. És kiesik ő is. Nem tudta utána elkapni, hogy behúzza a ringbe. Nem baj, Tigelbank. Most van esélye, hogy megint összeszedje magát. Közönség szinte követeli, hogy repüljön az a sas. Nincs azt kántálják, hogy dive, azaz ugorjon ki ellenfelére. De még nincs itt. Hova megy? De itt az ideje, mire mit készül? Mit csinál? Micsoda? Mire készül? Micsoda atléta? Mire készül ott fent? Az nagyon veszélyes. Jézusom! Miközben szegény Kános próbálta kéztafos fölemelni. Csekkolja, hogy és rendben megy, vannak. És megy a harmadik kötélre. Csak nem a 4-50. Vége lett a mérkőzésnek. 4-50. Nem! Még mindig nem. 1, 2, nincs meg! Mi jöhet még? Mi jöhet még? Óriás, Jézusom! Egy hatalmas pörgőrugás. És... 1, 2, 3. Megvan! Idu Driver! Egy Michinoki Driverrel. Introduce myself. My name is. Szeretne bemutatkozni. Rich Salem. És elmondja a nevét. It's super nice to be here in Passion Pro today. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehet a Passion Pro. I'm super nice to meet you. So today I have a prediction for you tonight. Van egy jóslata mára. My prediction is the next Maokai will lose today. Maokai valaki fog kapni. Ez a jóslata már. Tipmixekhez nekem is kölcsön adhatná ezt a jósgömböt. Főleg a saját meccseidnek a tipmixekhez. Főleg. Tóbbi időben. Nem tudom, hogy ez úgy amúgy a mérkőzés közben ez ott lehet ez tiszta nála? Egyébként? Igen, ezt akartam kérdezni. Jelzés a bíró, hogy kristálygömbnek bizony távozni kell, mint hogy foreign object, tehát egy külső eszköz, aminek használata tiltott a mérkőzésben bármilyen külső eszköz használata. És nem érti. Ezt nem látta a kristálygömbébe? Nézve. Azt mondja, aki oké. Na, és mehet. Egyelőre nem derül ki, hogy tényleg látja a jövőt. Rick Salem. Lokáppal kezdenek, próbálják egymást felmérni, de Rick kiszáll belőle. Nem. Nem sikerült. Ezt még vajon a gömbbe láthatta? Lehetséges, hogy azért még nézte a mérkőzés elejét. Nem vagyok tisztában a technikai paraméterekkel, de valami olyasmi rémlik, hogy nem így teljes jövőt lát, hanem csak ilyen részleteket. Éppen úgy előtt. És látja. Nem is nézi elfelé, csak a kristálygömbbe. Gömböt. Tehát is ismét jelzi a bíró, hogy le kell rakni a elnézést, kérem azt mondja. Oké. De úgy tűnik, hogy van valami ebben a kristálygömbben mégis. Igen, láthatóan nincs nála, Maokai egyből meg tudja őt kínálni, két ám reggel egymás után. És? Maokai repül! Egy hetszizor tétdálma a földbe viszi ellenfelét. Bepörgeti. És csop. Hatalmas csop. Mire készül? Kötelet használja. Kötélmászás. Egy rugás még. Hoppá. Gyönyörű! Maokai! Egy új mozdulat! Maokai-tól, és egy hatalmas front kick. Front drop kick. Meccsről meccsre, napról napra fejlődik ez az úr. És most pedig... repülni készül, de nem. Hát ez nagyon kellemetlen, akármilyen kemény élete is volt az őserdőben nevelkedve. Ezt még ő is megérzi. És egy backsuplex.
De akármilyen kemény is volt a leérkezés, a hátának még mindig nem az fáj a legjobban neki. Szegény dzsungellányok, mit érezhetnek most? Na hát ez az. Nem tudom, hogy a dzsungelben mennyire vannak lányok, de... Nem túl fair módon széttaposta Maokai tenyerét, és kelleti magát a közönségnek. Igen, egyébként, ha esetleg szeretnétek követni Instagramon Mixálmet, tegyétek meg. Én megnéztem az oldalát, miközben dugásokkal kínálja meg Maokait, és egy szigorú is betalál. Nekem egyébként nem egy birkózó jutott eszembe róla, hanem egy férfi modell képeit elnézegetve. Inkább ilyen jellegű képeket tesz föl, valószínűleg nagyon büszke kinézetére, megjelenésére, és ezt szereti. Ezért szereti begyűjteni a dicséreteket, vagy nem tudom. Jellemvonásilag nem a legszebb dolog ez, de hát ki vagyok én, hogy bárkit kritizálja. Lecke jósgöbb nélkül is tud érvényesülni. Bíró számol. Maokai meg visszaüt. Igen, Maokai nem a legnagyobb, legnehezebb, legerősebb, de a szíve az nagyon a helyén van. Így éppen van. Ezért nehéz legyőzni, és már megint a kezében van a gömb. És hát, ugye ezt látta. Bíró jelzi, hogy nem Hoppá. Használhatja. Na végre! Bár igazság szerint csak, hogyha támadó mozdulatot csinálna vele. Hoppa, és ki is dobja ringből. Mi lesz így szegény szállemmel? Maokai? Nem. És még kirakta őt a ringből, de Maokainak sikerült talpra érkezni. Blokk, ütés. Gyönyörű. Mászik a harmadik kötélre. És egy crossbody! Gyönyörű! Egy! Kettő nincs meg! Sikerül lelökni magáról szállni. És a Maokai szív viheti előre. Sikerül megkontrázni? Á, igen, sikerült lejönnie még. És egy óriási rugás. Maokai megpörgött tengelye körül. Hova megy? Csak nem egy springboard. Hát nem volt nézed, nem nézed bele a kristály gyöngyébe, ezt láthattam volna előre. Szóval így Maokai? Blokkolni tudta. Ezt is látta. És megvan! És Maokai már kint is van, hogy fölmásszon. És... Pont beleugrott a dupla térdesbe. Vége lehet. Így bizony. Egy, kettő... Nincs meg! Nincs meg, nincs még meg. A Maokai szív tovább dobog Budapesten. És közönség kántálja a nevét. Mire készül szám? Fölpakolja őt, topró, ettől cornerben. Megkínálja egy-két ütéssel. Továbbra is nagyon veszélyes ott. Beleharapott? Nem tudom, de úgy tűnt, igen. A footstop! Double footstop meg lehet! Egy! Kettő! Három! Megvan! Maokai megszerezte az első Passion Pro-bali győzelmét. Maverick, do you really think I forgot what you did to me? Do you really think I didn't know that this was on purpose? My injury? My finger? You guys talking about passion all the time, passion bro. Man, you're no bro for me, and you have no passion. Let's talk about passion.
22nd of August, when I come back to break your fingers. Sérülések. Az bármikor benne vannak. Ilyen ez a biznisz. De hallottam, Marius, hogy te dühös vagy rá. Mert én okoztam, azt mondod. Tudod mit? Te nem rám vagy dühös. Te magad vagy dühös. Mert rájöttél, hogy nem vagy sebezhetetlen. Hogy nem vagy Isten. El akarod törni az ujjam? Tessőd, augusztus 22. Gyere is próbáld meg! Marius felháborodott. Azt mondja, hogy meg akar csókolni, vagy a meccs helyett? Funny, huh? Kisgyerekeket inzulták. Ugye kisgyerekek nevettek Maverick mozdulatán, és két óra mondta a gyerekeket, hogy rá vicces, mi? Kíváncsi vagyok, hogy a revansot az hogy gondolta, hogy mérkőzésben vesz revansot, vagy hogy akár egész szélsőséges módon sérülést akar okozni Mavericknek. Hát, gyorsan, választ is kapja. Gyorsan megjön. De nem. Nem. És egyből elkapja. Vissza headlockba. És sikrőt lelökni magáról. A csúszamlós. Gyíkemberünk. Marius nem érti. És vissza. Nem? Levédekezik egymás próbálkozásait. És megint az új, megint az új. Ami egyébként, úgy tudom amúgy, hogy szabálytalan, főleg, hogyha egy újat támadnak. Ugye catch wrestlingben van úgy, hogy három újat, ha fogva fogunk, azzal lehet, azt lehet úgy támadni. És a tackle. Elbeszélgették a bírókkal, hogy ez hogy is van pro wrestling szabályrendszerében. Oh, gyönyörű! Gyönyörű kontra dropkick! Mavericktől megszokott módon. És? Csak nem. Nem teszi, vissza, nem visszahozza teszi. Egy wristlockra, ami ugye csuklókra miért támadás. Megmutatta, hogy ő is tud dropkicket. Nem is akármilyet. Nadrágján olvasható a number one felirat. Ami igaz, hogy az ő egóját jelzi, hogy egy ilyet felirat magára, de van igazság tartalma, tehát európai szinten ott van a top-top birkózó között Marius Alami jelenleg. Hatalmas térdel kínálta meg Mavericket. A tekintete nem túl tiszta, de azért visszatámad. És a telekem el kellett engednie. Marius Alami egyik. Ó! Oh, megint a közönséggel foglalkozik. Igen, megütheti a bokáját emiatt, én úgy gondolom. Nem csak az új. Így van. És egy szuplexzel teszi földre, és pin helyzetbe Mavericket. Kevés. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy a Marius kicsit fura, hogy így ennyit foglalkozik a közönséggel, ugyanis mind strikingban, mind földharcban képzett. Egy igazi verekedős típusú pankrátor. De láthatóan ugye a személyes érintettség miatt. A gyönyörű
belly to belly overhead suplex. Maverick el is gondolkodott az életén gyorsan. És megint a közönség. Igen, lehet, hogy ez a személyes érintettség miatt kicsit másképp áll ez a mérkőzéshez. Mérkőzéshez egy szórakozni akar, vagy nem is tudom, hogy mondjam. A bosszúját kiélvezni. És nem. Kipenderíti. Ott majdnem eltaláltak valakit. És a sunset. És meg el. Kettő. Nincs meg. És egyből megy a lábra, keresi a... Marius egyből kontrollál tovább. Kipakolja őt. Maverick, gyönyörű! Springboard! Meg is lepődött, hogy nem került földre, nem sikerült földre vinnie. De ezt látta előre Maverick. És most sikerült! Ott van az alárián. És egy jó kis enzigiri is. Tudom, megrógy, Marius! A half and half suplex. És Maverick élet fel. Nem csak ő élet fel, közben Marius Allen is összeszedte magát. Mert támad is vissza hatalmas ütésekkel. Bum! Hát küldi a másik oldalra, de sikerül kijönnie. És gyönyörű! Ott van a backstabből. És egy tornádó DDT, gyönyörű! Meg lehet? Egy, kettő, nincs meg! Maverick sem hiszi el. És egy kicsit kezd feszülté válni. Leveszi a vállára. Fireman's carry pozícióba. Hopp! És az új! Úristen! Vége lehet! Nem! Mi történik? Jézusom! Nincs magára! Oh, de sikerült kirúgnia. Tűnik, hogy az ujja nem sérült meg. Csak egy roppant egy jó nagyot. Itt is hallhattuk. Próbálja egyből levédekezni, akkor másik kéz. És megint! Hát ez nem biztos, hogy ötlet lett volt. És a pin! Spinning heel kick után. Nincs meg! És megint közönség. Jobban koncentrálna ellenfelére, lehet, hogy jobban járna. Meggondolta jól, hogy mit csináljon. A Fireman's Carry még mindig nem sikerül. Pak, pak! Exoplex gyorsan. És? Oh, igen. Mászik, mászik. Látunk egy repülőgyűjt ember? Ma még nem. Vagy most még nem. Szerintetlexre készülődik. Egyenlőre Maverick levé. Nincs meg. Maverick? Most. Harmadik kötélről. Maverick! Flock splash! Sikerült kigurulni alóla! És Marius! Jézusom! Vége lehet? Egy! Kettő! Nincs meg! Gyere,
közönség éltetni próbálja Maverick-et, aki egyből levédekezi most már sokadjára Fireman's Carry-ték, Fireman's Carry felvételt. Megsorozta őt Marius, aztán beleszaladt egy hatalmas kérdésbe. És rádől Maverick. Kiemeli? Meg lehet a Maverick driver? Nem. Superman punch. És ott van Fireman Carry. És megvan a hatalmas slam. 1, 2, vége a meccsnek. Marius Arani szinte semmiből húzta a győzelmet. Maverick ujját nem sikerült eltörnie, viszont a győzelem megvan. August 22nd, I'll be back in Budapest. And Peter Tihany, I'm coming for you. If you think I forgot what you did to me in the Passion Cup finals, driving your knees into my face, I don't forget stuff like this. Peter, trust me, I will beat you up in front of your friends, your family. I'll give you the beating of your lifetime, and let's see if you've got the passion to walk through all the pain that I will deliver. Hallottam az üzenetet, Dreisker. Meg kell vallanom, hogy tetszett. Nem volt rossz. Örülök, hogy emlékszel arra, hogy a Passion Cup-on telibe térdeltem az arcodat. De remélem, hogy arra is emlékszel, hogy azon a gálán és a döntőbe beleadtam mindent. Viszont az a meccs, az nem kettőnkön múlott. Négyen voltunk a ringbe. Augusztus 22-én ezt a meccset a szenvedély fogja eldönteni. Ott találkozunk. Hoppá, és azon a mérkőzésen se kedvelték meg túlzottan egymást. És akkora volt az ellentét, hogy ez egy külön mérkőzésben végződött, amit tulajdonképpen behívtak saját maguknak, miután elég keményen egymásnak mentek közösségi médiában. És azt most szépen lerendezhetik itt. Óriási a feszültség, érezni, tapintani lehet a feszültséget. Arra leszek kíváncsi, hogy igen, ez a hatalmas súly és erő különbség. Hoppa. Ugyanis a Passion Pro Cup döntőjében bent volt, ugye Tihanyi Péter, Senza volt, aki megnyerte, és ott volt még Maverick is, és volt olyan pillanat a mérkőzésben, amikor Avalanche egyedül a három fiatal és könnyebb birkózót dominált. Hogy mire lesz most képes egyedül Tihanyi Péter ellene. Lehet, hogy amúgy ez előny, de lehet, hogy hátrány. Ezt majd meglátjuk a mérkőzésben. Viszont az a rengeteg év és tapasztalat az nem elvehető Avalanche-től, úgyhogy tényleg nagyon nehéz dolga van Péternek. Így van, nem véletlen Európa legnagyobb szervezetének a főedzője ő. És hát talán az is benne van, hogy Avalanche kicsit Mooresre akarja tanítani Pétert, mint edző. Hát hogyne? Idegpontot próbál nyomni a csukjás izomnál. Péter lerázza magáról ezt a próbálkozást. Sikerül kiszabadulni. És aztán egyből. Teljes súlyával nyomja lefelé és feszíti vissza Péter nyakát. Kell némi idő, míg összeszedi magát. Hát ezzel nehéz dolga lesz Péternek, az biztos. Headlockkal is, így kezdésnek, nem úgy az egész mérkőzéssel, igen. Nincs lent a vál. A bíró nagyon jól ellenőrzi ezt. Headlocknál nem csak a feladás veszélyes, hanem ha lent tartjuk túlsa ezekben az ellenfelet, az ugyanúgy a meccs vége.
Péter próbál támadni. És az a baj, hogy hát nem baj. Tackle! Gyönyörű földrevitel, tackle. Tehát a headlockban miközben benne van, sokkal kevesebb energia kell ahhoz, hogy bent tartsuk a headlockot jó feszesen, mint hogy próbáljunk kijönni belőle. Tehát tulajdonképpen ezzel folyamatosan fárasztja is Péter. Mi taktikailag egy jó döntés, ugyanis valószínűleg, nem tudom biztosan, de valószínűleg jobb a kondicionális képessége Péternek. Ugye kevesebb súlyt kell mozgatni az izmainak. Gyönyörű döntés közben. Ezért több oxigén marad és többet gyorsabban tud mozogni. És az új lazább Péter. Ó, gyönyörű! Az igen, egy ándrek, emelentsem, még egy. Hogy megreptette? De nem. Avalanche egyből visszatámadott. Peti? Gyönyörű dropki! És Avalanche már kint is a ringből. És közönség megint hívja a dive-ot. Repüljön Péter! Ó, de ez csak egy beijesztés volt Avalanche-nek. Valószínűleg észrevette, hogy Avalanche látja, mire készül, és elmozdult volna a kiugrás elől. És mutatja, hogy gyere! Csak a olyan Bruce Lee-sen. Gyönyörű. Hopp, hopp, hopp! Hopp! Oh. Majdnem rápottyantott a közönség első soraiban ülő nézőkre. Beérkezés nem volt túl. Jól sikerült. Földet érése Péternek, mert hogy a gerinc egy kicsit megsínlette a becsapódást. Ó! Oh, lebontotta a sarkot védő turnbuckle pedet. Nemes egyszerűséggel. Aztán utána bedugta a kis fejecskéjét, és testét, ezáltal megtörve a bíró számolását. Ezáltal újra kezdődik az egész előről. Ami nem a mérkőzés, csak a számolás. Köszönöm a pontosítást. Megismerteti Tianyi Pétert a ring szélének keménységével. Ami ugye a ring legfájdalmasabb pontja. Illetve hát lett volna még itt azaz iszonyatos vas gömb. Így van. És még megszakítja a bíró számolását, szegény bíró nagyon feszült lehet emiatt. Merre, mert most már bíró is kijött. Csó! És? Majdnem egy ártatlan közönség nézőnek küldte neki. Sikerült Hoppá. Péternek onnan eljönni. Mire készül? Ott van egy bogzsák. Csak nem! Rádönti. Azta! Egy jó kis 60 kilós bogzsák. Ebben is lehet, hogy már bánja, hogy ide hátrahozta a mérkőzést. Vagyis ő kezdeményezte. Ő húzta hátra Pétert. Ötésváltások. És a bíró jelzés, hogy vissza kéne menni, mert kénytelen lesz a mérkőzést félbeszakítani. Countouttal, kiszámolással. És akkor nincs győztes, se vesztes, akkor egyszerűen csak végezhet a mérkőzés. Viszont akkora feszültség van a két ember között, hogy szerintem őket csak az érdekli, hogy bánthassák egymást. Igen, nem igazán foglalkoznak ezzel, vagy csak hát érintőlegesen végül visszajutottak a ringbe, és folytatódhat a mérkőzés. Újra a ringbe, Peti mászik, mászna. Majd talán most. És? Nem. Még mindig kapaszkodik, még nem esett ide, jön Avalanche? Úristen! Te jó ég! Bele a falba! Ez az iszonyat thud hang ez a, amikor egy test neki valami sokkal keményebbnek neki ütközi. Ezt idáig hallottuk. De lehet, hogy egy kicsit be is szorult, összepréselődött a tüdés, beszorult a levegője Péternek. Nem meg lehet, simán meg lehet, ez nem tűnt kedvesnek. Az edző úr mondja, hogy gyere Péter, gyere! Bántani, oktatni akarja tovább. És így is tesz. Come on, Peter! Come on! Oh. Come on, Peter! És nem kiméri. Come on, Peter! Come on! Come on, Peter!
Letaglózó ütés tarkóra. Hátára. Péter még ott van. Péter visszatámad, így van, így van. Nem sokáig, de ott van ütésváltás ismét. Nincs ott senki. Edzőbá tudta. Azt a mindenit! Hát csak nem egy. Nem, ez egy... Ez nem egy löksi volt? Ez le... Mondhatjuk annak. Nem biztos, hogy így hívja az úr, de... Valószínűleg nem. És csak kettő. Minden esetre gyönyörű volt. Mondhatjuk, mintha te csináltad volna? Mondhatjuk. Péter, küzd. Maokájnál is elmondtunk, Péterre nagyon jellemző ez a tűz és a szív. Ugye a Revolution, amit vezetett a magyar birkózásban az elmúlt, nem is tudom, két éve már, az iszonyat mód megsüvedelendő. És hát ez a tűz hajtja továbbra is. Most is láthatjuk, hogy nem adja fel, bármennyire is kap rendesen. Hopp! Ez úgy tűnt, mintha véletlen lépett volna rá, de ezt felfedezve rögtön szándékossá tette. Avalanche. Ez a ti fiútok? Ez a ti srácotok? Kérdezte. Lekezelően. Jelezvén, hogy kevés ez ellene. Viszont Peti nem marad lent. Küzd. Szinte tolja bele a fejét a következő támadásokba. Veszem! Csak nem! Jó ég, és Péter feje is kapott belőle, nem csak a melkasa. Kettő! Vége lehet! Nem. Péter ki tudott még rúgni az utolsó pillanatban. Úgy gondolom, sokan nem lennénk most a helyében. És az edzőbá oktat tovább. Próbálja nyomást csökkenteni a torkánál, nyakánál, Péter, és így még életbe maradva küzdeni tovább. Sikerül kiforognia belőle. Még tovább is kontrollálja a fejét. Avalanche. Uff. Pont amikor lenne egy kis pillanat, amikor azt hiszük, hogy Péter vissza tud jönni a mérkőzésbe. Evelyn talpra sikerül érkezni. És az ütések. Záporoznak a forearmok. Csop. És egyből visszatámad. Evelyn. Úristen! Hát ez hogy? Jézus Mária! Honnan? Milyen mélyre kellett lenyúlni, hogy ezt elhúzza? Mi erő van ebben a fiatal emberben? És? Újra ott? De most nem engedte magát, hogy újra a falhoz vágják? És egy meteora, springboard meteorával érkezik. Azta! Szétrugja ott a buszon! Meg lehet talán? Egy! Kettő! Nincs meg! Csak kettő. A pokolból sikerült visszajönnie Péternek. Úgy tűnt egy ideig, hogy semmi ellenszer nem lesz Avalanche ellen. Most viszont, mintha megtalálta volna. Kérdés, hogy mennyire volt ez elég? Tehát, hogy végig dominálva volt Péternek, valószínűleg már igen kevés ereje maradt így a meccs vége felé. Viszont Avalanche még lehet, hogy összetudja szedni magát egy utolsó nagy támadásra, ami a végét jelentheti Péter mérkőzésének. És... Tornádo DDT, de nem. Nem. Fireless. Úristen. Ott volt a hatalmas. Egy. Kettő. Nincs meg. Nincs meg. Bíró csekkolja Pétert, hogy még a mérkőzésben van, magánál van-e. És egyenlőre még így. Nem jelzi, hogy ideje befejezni a mérkőzést.
Lehet, hogy kezd fáradni. Az ő mozgása sem olyan friss. Asztal! De Péter! De jó ég! A tűz! És a szív! Hopp! Egy pump handle! Isten, egy pump handle, nem ott van! Egy! Kettő! Nincs meg! Csak kettő! Na! Tanár úr is kezd már egy kicsit feszült lenni. Azt hitte, hogy most már befejezheti, de még nem. Így gyorsabb és könnyebb mérkőzésre számított én szerintem. Igen, eljátszadozott vele, mint macska az egérrel. Mire őt levadásza végleg. De úgy tűnik, hogy nem a legjobb döntést hozta. Kipasszírozta a maradék levegőt is Péterből. Mégsem! Bicycle-ni ott volt az állon. Úristen! Egy, kettő, nincs meg! Tudod, egy Blue Thunderbomb volt. És egyből pin szituációba érkeztek, tehát Péternek nem volt túl sok ideje, hogy a beérkezés után ki tudjon rúgni. A tanár úr mit tud még beadni? Minden túlél ez a fiatal ember. Mindent. Get up! He's done. Ez egy olyan dolog, ami nem igazán tanítható, vagy edzhető rá, ami Péterben megvan. Néhány birkóz egyszerűen, és nem tudom úszni. Százszer, kettő, három, úristen! Péter meglept és behúzta a mérkőzést. Tihanyi Péter legőzte Robert Dreisker. Ki gondolt volna erre? Láthatóan Péter is alig hiszi el, hogy sikerült meglepnie. És úristen! Evelencs érthető módon elég dühös. Nem jött be a terve, és ő is veszítette a mérkőzést. Egy apró kis figyelmetlenség, illetve Péter gyors megmozdulása után. Mire? Ne! 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 Úristen! Úristen! Szép passzírozódik a füle! Peti kopog! Peti kopog! Mérkőzésnek már vége! Valaki jöjjön már! Hát mi ez? Valaki! A fülét fájlalja nagyon. Staffosok mennek oda csakon. Felszakadt volna a feje? Mi történhetett ott? Nem tudom, a füle volt bele, a nyomva teljesen a vasba. Kérjük, indítsák a zenéjét. Pedig hát nem igazán ő nyerte meg a mérkőzés. Nem túl méltó ez egy főedzőhöz, én úgy gondolom. Hát igen. De ettől függetlenül Tihanyi Péter legyőzte Robert Reiskert. És annyiban hagyja? Gyanítom, nem azért megy oda, hogy megnézze, hogy jól van-e. A bíró is jelzi meg, hogy távozzon, de... Oh, nem tiszteli a bírót sem. És vérzik? Jól látom? Igen, valami megsérült ott a fülénél, fejénél, ahhoz meg a füleinél szakadt föl. Lehet, hogy eltörtek a porcok a fülében. És tovább bántja. Ezt kapott cserébe, ezt kapott, üvöltette a fülébe. Nem lesz a magyar emberek kedvence Robert Dreisker, én úgy gondolom. Közben a bíró jelzi, hogy jöjjenek segíteni. Staffos kollégák vissza, Péter. Ó, és tényleg vérzik. Ó. A füle szakadhatott fel, jól látom, András? Igen, valószínűleg már az volt összenyomorgatva teljesen. Törbekül vas és ellens súly által. És a staffos kollégák a közönség tapsa mellett kíséri ki Tihanyi Pétert. Aki még egyszer megnyerte ezt a mérkőzést. Mikrofont kér. Mikrofont? Közlendője van. Legyőzte meg, Dreisker. Egy üzenet Evelensnek. Egy tényközlés. De úgy látom, ez nem volt elég. Úgyhogy december 5-én. Ó. Tihanyi Péter. Schultz Dreisker. Egy Street Fight mérkőzésben. Itt, a Dorsipben.
Hello, my dear wonderful friends. I'm the X-Men Action Tischer, and I'm here to speak with you about the word passion. What does passion mean to me? It means to me everything. Passion is professional wrestling. That means everything to me. It's not just a seven-letter word. I live and breathe it 24/7. And that's the reason why on 22nd of August, I will come to Budapest, Hungary, and I will step into the ring with one of the best here in Europe. The French Revolution, Tristan Archer, the first time we will compete against each other. I can't wait for that. See you in the ring, make the best man win. August 22nd, Passion Pro, my first time over there. Passion. If you heard this word, you dirty things about me. I am the definition of passion. I'm there for years. I travel the world. I face every man on this planet. So 22 of August, I will face X-Men in Passion Pro. So be there. Ugye neki van amatőr birkózó múltja, nagyon jó testfelépítéssel rendelkezik, tesz is érte. Kiváló birkózó, aki annó egyébként a Cruiserweight Classic-en is mérkőzött, de bőgyűjjön. Tehát kijelenthetjük, hogy nem kis nevek. Abszolút. A ringben látható úriemberek. És nem kér belőle. Köszik méregetni egymás. Hold to hold birkózás folyik ismét. Az elején még ugye próbálgatják egymást, és egy gyors tussal megfel. Hopp, egy gyönyörű fireman's carry takedown. Egy igazi amatőr birkózó mozdulat. Ne keverjük össze, amatőri nem most minőségi jelző, hanem ugye az olimpiai birkózásnak a megfelelője. Ez ugye nálunk a magyar nyelven kicsit félreértésre adhat okot. Griszlokban tartva állítja föl a Tristant. Akinek sikerül egy drop to hold-dal, de nem, mégsem. Nem. A rutin. És egyből kirántja a karját, ezáltal a földre kerül, és ki tudja szabadítani a lábát, és már is megszer irányítja a mérkőzés. Extra Fisher, jól tudom, harmadik generációs pankrátor, ami igazi birkózó családból származik. Ő is azért megkapta a catch wrestling alapjait. Minden igazán jó birkózónak szükséges lenne a catch wrestlinget tanulnia, rengeteget tud hozzáadni, és jobb pro wrestlerré tenni őt. Közben próbálja Tristan kontrollálni Archer karját, az állánál fogva húzta vissza többször. Ugye ez egy alapvetés, hogy amerre forgatjuk a fejet, a test követi, mert kénytelen fizikailag követni. Úgyhogy ha az ember fejét kontrollad, akkor képes vagy akár az egész testét kontrollálni. Tehát erre. És egyből visszafogásba. Igen, azért már ugye ez a seasoned veteran kifejezés, ez a... Nem is tudom magyarul ezt, hogyan fordíthatnánk, de nagyon tapasztalt, most mondjuk így. Ez a rengeteg tapasztalat azért nagyon látszik. Excellent. Ugye ezt tudni kell, hogy WWE birkózónak iszonyatos meccs terhelése van. És ez rengeteg tapasztalattal jár. Egy év alatt simán 2-300 mérkőzésben is benne lehetnek. Iszonyat sok tapasztalat. És hát ez meg is mutatkozik, ahogy láthatjuk. Végig kontrollálja eddig a mérkőzést.
Igen, alapvetően azt gondolhatnánk, hogy Tristan amatőr birkózó múltja miatt előnyben lehetne a hold-to-holdnál, de minden fogásból vissza tud támadni Axel és át tudja venni az irányítást. Utóbb, most sikerült egy ámdreggel földre vinni. Ó! Oh. Nosza! És? Opa! Opa! Meg lesz? Nem? Az említett erő. Visszafogja. Nem? Hintosz! És most már bejött a drop to hold. Tristan, gyönyörű! Jön vissza a mérkőzésbe! Body slam! Igen, ami kicsit előnye lehet, esetleg ugye a magasságkülönbség miatt annyira nem feltűnő, de Tristan ereje, amivel esetleg fölé nőhet Axelnek. Egy Senton! Gyönyörű! Mivel egy tusra megy, megpróbálja maradék levegőt kipasszírozni ellenfeléből. Hát, azt mondja, hogy kevés múlott, de ezért már egynél kirúgott. Axel azért ez még messze volt. Axel lejön, és kihajtja. Sikerül megkapaszkodni, és még az apronomban blokkolja az ütést, és megkínálja ő egy ütésre. Jönne vissza. De egyből rámegy. Bíró jönne is számolni, hogy row break, ez abszolút row breaknek minősül. Bíró pak... Oh! Azt a mindenit! Na! Hát ugye a tapasztalat. Hát meg a fair küzdelem az elfelejtése. Ugyanis a köteleket felrúgva miközben Tristan ugye éppen fél lábbal bent, fél lábbal kint volt. Ez tulajdonképpen egy low blow volt, egy mély ütésnek minősül. Csak a bíró nem látta, mert nagyon ügyesen elterelt előtte a figyelmét, behúzta maguk közé a bírót és nem látta. Pedig ez simán DQ-nak kellett volna lenni. És Axel újra dominálja a mérkőzést. Neked nincs tapasztalatod ilyen kötélfelrúgással? Vagy nem, ne hozzak fel a szemlékeket? Hagyjuk, én úgy gondolom. Mindenkinek jobb így. Megfejelteti. Igen, hiába vannak ott ezek a turnbuckle védő, turnbuckle padnek hívott kis szivacsos valamik, az alatt ugye láthatóan a ring köteleket tartó iszonyatos kemény vasak vannak. Tehát a szivacs az kb. Csak annyira jó, hogy ne történjen felületi sérülés, ne szakítsa fel a bőrt. Tehát akárhányszor megfejeltetnek valakit, azt bizony érzi. Sikerül levédeni a Tristannak, és visszaküldi őt. Nem. Továbbra sem sikerült Tristannak visszajönni a mérkőzésbe. Próbálja Tristan értetve erőt adni neki, hogy érezze, hogy nincs egyedül, közönség itt van vele. Jawbreaker. Mint ugye, hogy rengeteget tud számítani bármilyen sportban. Egy European uppercut. Nem véletlen szokták ugye, egy tarkórugás. Szokták ugye a fociba is mondani, hogy a 13. ember, vagy a 12. ember. 12. Az bizony a közönség. Így van, így van. Rengeteget tud jelenteni. Ó! Továbbra sem tiszta eszközökkel küzd Axel, de hát... És így van, a bíró azt mondja, hogy nem fogja engedni a pin. Látta, és nem engedi így a túls helyzetet, nem fogja leszámolni. Határozott bíráskodás. Igen, ritkán látunk ilyet, de nagyon jó bíráskodás, ugyanis hogyha egy bármilyen olyan dolog, amit csalásnak minősül, és azzal kerülne fölénybe, és úgy adja a tus helyzetet, akkor a bíró nem köteles számolni. És ennek erre látom most egy jó példát. Fireman's Carry-be van, sikerül lejönni a Tristannak. Ez brutális volt, ez nagyon durva volt. Próbálta levédekezni, de ahogy lejjebb ment, és próbált életen csúszva fékezni tulajdonképp, pont elébe fejelte a második törmekot.
Lehet, hogy ez az a pillanat, amire Tristan várt már kb. A meccs eleje óta. Most egy kis rést kapott, így van. Egy blokk. Gyönyörű. Ott a másik. És a fejes. Headbutt, egy fejes is. Tristannak most lehet esélye? Gyönyörű. Mire rendületet vesz, de jön mögött Axel? Opa! De fel volt rá készülve, Exploderbe elkapta. Nem. Levédekezte egyenlőre Axelt is el. És megállítja, de mégsem. Hey. Ott van az Exploder. Gyönyörű. Gyönyörű volt, így van. Kezdi felszívni magát. És... Úgy van. Micsőnöki driver ismét, láthattunk már ilyet, és... Nincs meg! Korábbi mérkőzésen ez a meccs végét jelentette, ezzel tudott nyerni. De itt most még kevés volt. Fölkapja a vállára viszonylag könnyedén, majd 100 kilós ellenfelét. Elkapta őt, és szépen felülteti. De a legjobb pozíció ez Tristannak, de sikerül még levédekeznie, leblokkolni az ütés. Ó, és kihúzza a lábát. És a fősőt könyvekorra betölti rá gerinccel, és aztán már meccsen nem először szana szétrugi a fejét. Brutális! Hoppa. Egy, kettő, nincs meg. Tristannak sikerült még időben kirúgnia. És a közönség továbbra is nagyon élvezi, amit lát. Axel, mire készülhet? Tristan nagyon kapaszkodik benne taktikusan. És elkapja. Mi történik? Megpróbálta kiemelni, hogy Tristan levédekezés betolja a sarokba ellenfelét. És megint. De mindig nem engedi, és ott a sleeper. Sikerült Andrekbe lehúznia, kontráznia. Nem volt felapikálva az a sleeper teljesen. Sleeper hold. És felkapja a vállára. Ajaj! Te jó ég, milyen formában állt ott a lába! Dragon Screw után egy csoblok! Ez kivégzi tulajdonképp a lábat, és arra jön a Submission 1-ből! Az a térd, ami most két iszonyatosat kapott! Fordítja át hát Boston Crab-szerű mozdulattal! Amit felhúz, felhúz! Ez már majd inkább egy heel hook! Ugye az Achilles-t és a bokát támadja, ez sikerül! Lelöknie magára. És egy, smart kettő, package, smart package. Nincs meg! Majdnem meglepte őt. Na lássuk, lássuk, sikerül. Ott és van. Sikerül. Ugye go to sleep, a mozdulat neve, amit... Kettő, meglep. Nincs meg. Amit Kenta... Kobayashi. Ugye két Kenta volt, két híres japán birkózó volt, csak úgy hívtuk a kis Kenta. VVE-ben láthatták. Ideújtami néven. Igen. Az ő mozdulata, ő találta ki, és többen használják a pankráció világában. Igen, hatékonyan. De most Excel még ez is kevés volt. Az és, miközben is rutin. És miközben próbálta fölvenni, applikált egy double wrist lockot. És levédek, nézzék, hogy kapaszkodik a lábával, beakasztja hátulról, zseniális. Levédekezte azt a back suplex próbálkozást, és szét elbozza Tristan. És van, megvan! És meg lehet a meccs! Egy, kettő, nem, nincs meg! Jó ég, én is elhittem már egy pillanatra.
közönség továbbra is bíztatja Tristan. Én nagyon szeretnék, hogy ő nyerjen. Megvisel térdét, próbálja egy kicsit összerakni. Mire készül? Úgy az, hogy eljött az ideje valamilyen toprop mozdulatnak? És jön? Hát, korai volt. Főleg a rossz térdével nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Superplex? Az biza, úgy tűnik, arra készül Axel. Bizony! Megvan az egyensúlya. De jó ég, mikor lesz folytja? Van? Folytja közben, jól látom. Bal kezével, mint a szorítaná. Ott van! Mind a két ember a földön. Igen, ez azon mozdulatok közé tartozik, ahol az adófél is kap elég keményen. Egy, kettő, nincs meg! És az egy, pén. Kettő, nincs meg! Majdnem saját csapdájába esett bele. Közönség kántálja, hogy fight forever. Hogy küzdjetek mindvégig, a végsőkig, örökké. Ezzel jelezvén, hogy élvezik a mérkőzést. Utolsó energia. Darabkáikat használva térden ütlegelik egymást, illetve hogy még egy fejes is belefigyelt a dologba. Opa, opa. Visszatértek a pofonok. Már hiányoltam. Nagyon jó. Felhúzzák egymást. Elég keményen. Egy European uppercut is befigyelt. Hopp. Milyen akrobatikus az úr. És... nincs meg! Powerbomb nem sikerült! Oh! Tristan mehet! Nincs meg! Boot! És egy lariat! Diszkusz lariattal sikerül megforgatnia! Vége lehet! Egy! Kettő! Nincs meg! Axeman! Hihetetlen! Axel Tischer! Még a mérkőzésben! Opa, oh, nem sikerült be, végre, végre, egy, kettő, nincs meg! Ó, oh, gyönyörű! German! Egy, kettő, nincs meg! Még mindig nem, mit kell itt beadni egymásnak, hogy végre valamelyik fél győzedelmesen hagyja el a ringet? A közönség rettenetesen élvezi az összes csapást. Axel kelt fel hamarabb. Hát... hajánál fogva húzza föl, lehet, hogy bírónak jelezni kéne, hogy ezt ne szabadna. És még egy kis trash-talking, még szöveggel is hozzá. Ó, a pofon. És megy a matek. Sorozza. Megint szuperplexre készül? Hogy mi a terv? Közönség, nem, hop, hop. Nem. Hiba volt. Tristan! Úristen! Sikerült a powerbomb. És mire készül? Sikerült! A kapitán! Itt a vége! Egy, kettő, három! Így van! Tristan behúzta végül! Hatalmas győzelem! Tristan Archer neve mellett. Tristan!
meccs nagy részét Axel dominálta, és az óriási dolog, hogy a Passion Pro 2 main eventjében mégis győzni tudott Tristan Archer.